A Sóstói tóra néző gyönyörű panorámás szobák, csendes környezet várja majd júniustól a Nyíregyházára látogatókat. Összesen 2618 négyzetméteren, három szinten 38 darab szoba áll majd rendelkezésre a Nyíregyházi Állatparkban épülő Pangea Ökocentrumban és a hozzátartozó szállodában. Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója az új látványossággal kapcsolatban híradónknak elmondta, a szálloda környezetében számos különlegesség egyenlőre még meglepetés, de annyit elárulhat, hogy a szaladgáló dinoszauruszok és egy nem mindennapi játszótér is megtalálható lesz a szálloda parkjában. Szeretnénk egy ökológiai utazásra hívni mindazokat, akik ebbe a szállodába majd eljönnek, itt laknak, itt töltik az idejüket. Hát egy csodálatos kilátás lesz a tóra, a másik csodálatos kilátás a parkra, az állatparkra, lehet hallgatni, ahogy üvöltenek az oroszlánok. Itt a szállodában pedig minden egyes szoba más állatról lesz elnevezve, úgy lesz berendezve, egy-egy állat kötődik. Az egész szálloda bemutatja a térségünk élővilágát, múltját, jelenét. Én úgy gondolom, hogy aki ide belép, az talán egy különleges utazáson vesz majd részt. A fejlesztés a Modern Városok program keretében valósul meg több mint 1,6 milliárd forint összegben. Ezt már Kovács Ferenc mondta el az épület bejárásakor. Nyíregyháza polgármestere arról is beszélt, hogy a szállodában egy 100 férőhelyes konferenciaterem is helyet kap, ami konferenciákon kívül különféle képzéseknek is helyszínt biztosíthat. Kovács Ferenc azt is kiemelte, a Nyíregyházi Állatpark a város egyik fő látványossága. A cél ezeknek az eredményeknek a megtartása és továbbfejlesztése. Ez az állatparki 7 milliárd körüli fejlesztési csomagunknak egyik kiemelt eleme. Szeretnénk ezt már a főszezonban, nyáron, júliusban megnyitni, remélem sikerül is. És hát azért is fontos, mert az elmúlt években a szálláshely kapacitás, mint korlátozó tényező állt elő. Ez a jó hír, hogy annyian jöttek hozzánk, 200 ezer körüli a vendégészak a számunk, és jellemző, hogy a külföldi vendégek száma nagyon megnőtt, 35% körül van, és hát az ország minden pontjából jönnek Nyíregyházára, Sóstóra, itt Sóstóra az állatpark egy régóta ismert kiemelt attrakció. A szálloda nem csak minőségi szálláshelyekről gondoskodik majd, hanem számos munkahely lehetőséget is kínál majd a megyében élőknek. A Pangea Ökocentrum a tervek szerint nyár közepétől fogadhat vendégeket.